A hullámok terjedése, 6. rész. Hangcsatornák. A hanghullámok a 0 fokos levegőben 330, 20 Celsius fokon 340 méter per szekundum sebességgel terjednek. A hangsebesség hőmérséklet függése miatt a légrétegek határán a hangterjedési iránya megváltozik. Ez hasonlít az üveglevegő határon történő fénytörésre, csak itt a terjedési sebesség nem hirtelen, hanem fokozatosan változik, és a változás mértéke csekély. Nagy, nyílt területeken azonban ilyen kis irányváltozások is jelentősek lehetnek. Képzeljük el például, hogy egy nyugodt, sík felszínű tó felett hűvösebb levegő van, mint 10-20 méter magasan. Ilyenkor a felszín közeléből az enyhén felfelé induló hanghullámok visszakanyarodnak, majd visszapattannak a felszínről, de utána újra visszatereli őket a fenti melegebb réteg határán bekövetkező irányváltozás. Emiatt a felszín közelében a hangok igen messzire tudnak terjedni, mert egy részük a felszín közeli rétegbe, egy hangcsatornába záródik be. A jelenség sokszor megfigyelhető tavak mellett, és ezt kihasználva igen távolról is lehet beszélgetni, ha jók a hőmérséklet viszonyok. A melegebb levegő réteg határán történő visszafordulás még tereptárgyak jelenlétében is jelentkezik. Ilyen például sík területen egy épület esete. Láthatjuk, hogy röviddel az akadály mögött újra eléri a felszínt a hang, tehát ilyenkor egy épület vagy hegy takarásából is hallhatjuk egy távoli forrás hangját. Amennyiben a felszín közelében melegebb légréteg van, mint feljebb, éppen az ellenkezője fog történni. A felszín közeli hangok felfelé kanyarodnak. Ilyenkor nem alakul ki a csatorna, és az épületek takarásába sem jut el a hang. Az is előfordulhat, hogy a szilárd felszíntől távol alakul ki egy réteg, ahol a terjedési sebesség kisebb, mint alatta vagy felette. Ez a levegőben is előfordulhat, de az óceánokban állandóan jelen van. A vízbeli hangsebesség ugyanis a hőmérséklettől, nyomástól és sótartalomtól is függ, és ezek kombinációjából kialakul az úgynevezett Soffar csatorna. Ez általában 800 és 1000 méter közt húzódik. Az itt kiadott hangok jelentős része a csatornán belül marad, így kevésbé oszlik szét, mint a víz más rétegeiben. Ez a hangcsatorna sok száz kilométeres távolságú kommunikációt tesz lehetővé, melyet a bálnák és a tengeralattjárók is kihasználnak.